Ez a Hírek Plusz, a Szolnok Televízió reggeli híradása, július 13-án kedden. Köszöntöm nézőinket! A pénteki vihar miatt folyamatosan csörgött a telefon a tűzoltóknál. Csak Szolnokról 80 kár esetet jelentettek be. Volt, ahol fákat tört ki az erős szél, míg másút pincéket, házakat öntött el a víz a rengeteg eső miatt. Július 9-én, azaz péntek estétől kezdődött meg igazán az ítéletidő itt Jász-Nagykun-Szolnok megyében is. Úgy este 9 óra magasságától kezdtek jönni a bejelentések, és valóságos dömping alakult ki. Egyébként egész hétvégén tartott a viharkárok felszámolása. Ez általában ilyenkor úgy szokott történni, hogy amikor ténylegesen nagy vihar van, akkor az emberek nem mozdulnak ki otthonról, hanem másnap, amikor már nyugodtabb az idő, kimennek, fölmérik a károkat, és akkor tapasztalnak olyan dolgokat, amik után szokták hívni a katasztrófa védelmet. Ezért fordulhat elő, hogy egy adott esetben pénteki vihar felszámolása akár még vasárnap is eltarthat, hiszen még akkor is érkeznek bejelentések. Legjellemzőbb módon a viharos erőségű szél, illetve a rövid idő alatt lehullott nagy mennyiségű csapadék okozta a problémát. 23 megyei településről összesen több mint 170 bejelentés érkezett a katasztrófavédelem művelet irányításához. Elsősorban a megye nyugati, illetve déli területe volt érintett. Itt elsősorban Szolnok, illetve Mezőtúr, Tiszaföldvár környékét kell kiemelni. Ez a három város volt az, ahonnan a legtöbb bejelentés érkezett, hogy más nem mondjak, Szolnokról több mint 80 riasztás érkezett a tűzoltókhoz. Jellemzően kidőlt fákhoz, leszakadt faágakhoz kérték a tűzoltók segítségét, valamint számos pincébe tört be a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékvíz, és ezt kellett kiszivattyúzni. A fák, faágak megrongáltak távközlési kábeleket megyeszerte, villanyvezetékeket, autókra, lakó, illetve melléképületekre is dőltek. Szerencsére azonban elmondható, hogy jelentős mértékű kár sehol sem keletkezett, tehát a gépjárművek sem lettek totálkárosak, illetve lakóépületekben sem keletkezett olyan mértékű kár, hogy valakinek ki kellett volna onnan költöznie. Több esetben például kéményeket is megrongálta a szél. Ugye itt fel kellett hívni az állampolgárok figyelmét arra, hogy a kéményhez csatlakoztatott berendezéseket addig ne használják, amíg a kéményt megfelelően vissza nem építik. Illetve még Tiszaföldváron volt egy olyan eset, hogy egy műhely lemeztetejét bontotta meg a szél. Ezt a tűzoltók az ottaniakkal közösen rögzítették. Kidőlt fák és leszakadó faágak voltak a jellemzők. Ezeket ugye a tűzoltók hol kéziszerszámok, hol pedig motoros láncfűrés segítségével távolították el. Például Mezőtúrnál és Pusztabánrévei vasútállomás környékén vasúti sínre dőlt fa. Ezeket ugye a tűzoltók szintén motoros láncfűrészek segítségével távolítják el. A tűzoltóknak vannak eszközeik, búvárszivattyúik vízeltávolításhoz is. Fontos megemlíteni, hogy a tűzoltók olyan berendezésekkel rendelkeznek, amelyek csak jelentős mértékű víz kiszivattyúzására alkalmasak, tehát 30 cm nél kevesebb mélységű vizet nem tudnak kiszivattyúzni egyszerűen pincékből. Az ezt meghaladóhoz lehet kérni a tűzoltók segítségét. Erre is volt példa, hogy több esetben az emberek az értékeiket féltették, hiszen a pincék tele vannak pakolva használati cikkekkel, gépjárművekkel, kazánnal. Az értékmentés szempontjából nagyon fontos volt, hogy minél hamarabb be tudjanak avatkozni. Koncertek, családi vetélkedők, főzőverseny, kispályás labdarúgó bajnokság, nyereményjátékok, friss falatok és frissítő garantálták a jó hangulatot a 71. Szolnoki Vasutasnapon. Az eseményre csaknem 3000-en látogattak el. Idén immár 71. alkalommal rendezték meg a vasutasnapi juliálist szombaton a Vésző úti sporttelepen. Az ünnepélyes megnyitón a MÁV ZRT elnök vezérigazgatója köszöntötte a cég jelenlegi és egykori dolgozóit. Jó újra együtt lenni. Hála Istennek a koronavírus járványból valahogy kikecmeregtünk és jövünk kifelé. Megszenvedtük ezt egyébként, hogy a vállalatcsoport szinten nézzük, volt olyan időszak, hogy 1400-on voltunk koronavírusosak, amikor tombolt a harmadik hullám, hát szerencsére ez lecsöngött, és azt lehet mondani, hogy akár egyénileg, akár a családokat, ha nézzük, de akár hogyha az egész céget, akkor ebből a koronavírus járványból szépen kijöttünk, és hát kezd visszatérni a normális élet. A másik dolog pedig, hogy bár komoly veszteségeink voltak,
de azért nagyon fontos az, hogy hogyan vannak megbecsülve a munkavállalóink. Ugye viszonylag hosszú, több hónapos tárgyalássorozat után vagyunk túl, és egy újabb 3 éves bérmegállapodást kötöttünk a szakszervezetekkel. Ennek egyébként az első jelét azt szerintem jövő héten mindenki látni fogja, mert egy 200.000 forintos kifizetést, egyszeri kifizetést fog kapni minden dolgozónk, tehát mind az 55.000 ember. Évvégén természetesen a lojalitási járadék, vagy a lojalitási pénzt azt mindenki meg fogja kapni, ahogy azt egyébként még 2010-ben vagy 2020-ban megállapodtunk, és jövő év január 1-ével pedig egy 10%-os általános bérfejlesztést hajtunk végre, és 2023-ban pedig ezt egy 5% fogja követni. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy pandémia ide vagy oda, azért munkahelyek nem szűntek meg nálunk. Magyarország legnagyobb foglalkoztatója vagyunk, hogy a MÁV Volán csoport az 55.000 embernek ad biztos munkát, és azt lehet mondani, hogy jövünk ki a pandémiából, szerintem az anyagi megbecsülés is egyre jobb lesz a vállalatcsoportnál. Több szót nagyon nem szeretnék mondani, mert egy ilyen juliálisnak, meg egy ilyen vasutas napnak nem a nagy beszédek a fő kellékei, ahogy mondtam. De ugye jövőre 175 éves lesz a vasút ide Szolnok felé, úgyhogy az is egy nagyon szép jubileum lesz. De egyébként látszik az, hogy megfordult a közlekedés politika, és a vasút az egyre jobban előtérbe kerül. Hála Istennek szép fejlesztéseink vannak, a járműparkunk kezd megújulni, és ugye szolnoki büszkeségünk. Ezt polgármesternek mindig mondtam, hogy ez a Made in Szolnok, ugye az IC plusz kocsit azt így gyártjuk, és szeretnénk még a következő 10-15 évben is gyártani, mert le kell cserélni a gördülő állományt ahhoz, hogy versenyképesek legyünk. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy egy jó időszakban van a vasút, és egyébként az idén ünnepeljük nem csak Magyarországon, hanem egész Európában az Európai Vasút évét. Úgyhogy valami történt itt a nagy politikában, nem csak Magyarországon, hanem az egész Európai Unióban. Azt lehet mondani, hogy a közlekedési területen a vasút az mindenféleképpen előtérbe kerül, és ennek egy nagyon egyszerű sommázata van. Azokat a klímapolitikai célokat, amiket kitűzött az Európai Unió, a vasút részesedésének majdnem a duplázódása, vagy a háromszorozódása nélkül, ezt a személyforgalomra is gondolok, meg az áruforgalomra is, nem fogjuk tudni elérni. Úgyhogy fejlesztenünk kell a vasutat, egy szebb jövőt kell építenünk, és hát ez csak együtt fog menni ennek az 55.000 embernek az együttes és hát elhivatott munkájával. Úgyhogy ezekkel a szavakkal kívánok mindenkinek hát jó szórakozást a mai napra, itt a 71. vasutas napon. Köszönöm szépen a szervezőknek, köszönöm szépen polgármester úrnak, hogy helyet biztosított itt nekünk Szolnokon, és hát mindenkinek jó mulatást, meg kellemes nyarat és jó szabadságot kívánok. A vezérigazgató után Szalai Ferenc polgármester is köszöntötte a rendezvény résztvevőit. Úgy néz ki, hogy a pandémia harmadik hullámát leküzdöttük, de el ne higgye senki, hogy nem lesz negyedik. Tehát mindenki nagyon-nagyon figyeljen arra, hogy bármennyire szabadságot ad a nyár, bármennyire jó jönni-menni, bármennyire jó a szabadságot kihasználni, akár a Balatonon, Horvátországon, vagy épp itt Szolnokon, ez a probléma nem múlt el. Csak fegyelmezettséggel tudunk rajta, és tudtunk rajta túl lenni. És biztos vagyok benne, hogy aki átesett rajta, és az 1500-as szám, ez egy őrült nagy szám, amit elnök úr mondott, hogy 1500-an estek bele ebbe a betegségbe. Nem szeretném nyilván senki, hogy ez a borzasztó betegség újból áldozatokat szedjen itt az országban. Ez valóban fegyelmezettség kell. A MÁV-on belül ez mindig megvolt, gondolom, itt azért, ha nem is parancsuralmi alapon működik a rendszer, de azért kellő figyelemfelhívással lehet élni a másik felé. Köszönet a vasútnak, köszönet a MÁV-nak, hogy ilyen régóta, 174 év óta itt van Szolnokon, hiszen a második vasútvonal ide érkezett 1847. szeptember 1-én, és azóta is meghatározója a város életének a vasút és a MÁV. A mai világban is így van. Hozzávetőleg 1200 embert alkalmaz a MÁV-start, és egy olyan 6-700-at a Stadler. Nagyon-nagyon komoly dolog, hogy ennyi embernek biztosít munkát a vasút. Mi lett a legfontosabb? Az emberek megélhetése, a családok biztonsága. A munkahelyeken keresztül ezt pedig meg lehet adni. És a mostani vasúti fejlesztések is erről szólnak, hogy még stabilabb legyen, még erősebb legyen a foglalkoztatás, és azon keresztül persze a MÁV fejlődése itt Szolnok városában. A város alapstratégiája sokféle vonalon halad. Az egyik az természetesen az, hogy a vasúti gépgyártás tovább erősödjön Szolnokon. Nem kevés tárgyaláson vagyunk túl elnök úrral és sok-sok olyan emberrel, akinek ebben akár döntési jogköre van, de tényleg azt gondoljuk, hogy itt az ország közepén
Szolnokon van a legjobb helye a MÁV számos fejlesztésének és programjának. A napot a Voke Művelődési Ház szenior tánc csoportjának előadása indította. A legkisebbeket bohóc és lufi hajtogatás szórakoztatta, a felnőttek pedig különböző versenyeken tehették próbára tudásukat. Volt kispályás labdarúgás, sakk és ulti is. Finom falatok nélkül nem vasutasnap a vasutasnap. A bográcsok alatt már korán reggel felcsaptak a lángok, készültek a lecsók, babgulyások és pörköltek, hogy délben már a zsűri tagjai kóstolhassák a különlegesebbnél különlegesebb ételeket. Aki pedig már nagyon nem bírta a meleget, az választhatta a felújított Vési úti strand nyújtotta kellemes kikapcsolódást. De nem csak napozni és fürdőzni lehetett. Az aktív mozgás kedvelői a vízi aerobikot is kipróbálhatták. A vasutas napon csaknem 3000-en vettek részt. Vajon kié lesz a legszebb? Keresik a déli városrész legszebb virágos kertjét és veteményesét. A felhívást immár második alkalommal hirdeti meg a Kontakt Mentál Higiénés Konzultációs Szolgálat. Nevezni személyesen, elektronikusan vagy telefonon lehet. Medence, minitó a teknősöknek, pálmafa és szemtalan virág. Ezt a kertet találták a legszebbnek a szavazók egy évvel ezelőtt a déli városrészben. Az akkori győztes Túri Anikó kertjének szépítésével több mint 10 éve foglalkozik, és csaknem 40 különböző növény található udvarán. A városrészben élők idén ismét versenybe szállnak. Gyakorlatilag nagyobb ajándékokkal készültünk, mert ugye arról még nem beszéltünk, hogy mi is ennek a díja. Tavaly évben egy vásárlási utalvány volt a fődi, most pedig a támogatóinkon keresztül, vállalkozókon keresztül több nagyobb értékű kertészeti, veteményes kertes ajándékcsomagot lehet elnyerni. Virágos kert, illetve veteményes kert, melyik a népszerűbb, hogyan láttátok? Tavaly évben fele-fele arányban volt a pályázók vagy a felhívásra jelentkezők aránya. Természetesen ez a szélsőséges időjárás minden kertet megtépázott, de már érkeznek be a pályázatok, és már az UFI Facebook oldalán lehet látni őket. Különböző színekben pompázó petúniák, kerti törpék és eltérő mintákban elhelyezett kavicsok. Ez a kert is indul idén a megmérettetésen. Tulajdonosa 2 évet csinosítgatja házának környezetét, ám eddig versenyen nem vett részt vele. Ez körülbelül olyan 200 négyzetméter, és főleg a dizájnkertészettel neveztem, mert kavicsmániás vagyok egy kicsit, de viszont közel 50 féle növény van a kertbe. Próbáltam minél többet, minél látványosabb, színesebb legyen. Ami nagy kedvencem, van veteményes kertem is, egy nagyon pici, 3 tő paradicsomból áll. Ami nagy kedvencem, az a sziklakertes, kavicsos, pompafüves rész, ami olyan megnyugtató, mert jót kávézni. Viszont nagyon szeretem a nyársaló részt is, mert ott meg a családdal össze tudunk ülni, nyársalni, grillezni, tárcsázni. Főleg ez, ami időm engedi, az mind a kertbe töltöm el. A város részben élők támogatása rendszeres és többrétű. A környezet szépítő tevékenységet a déli városrész legszebb virágos kertje és veteményesebb pályázat mellett rendszeres virágosztással támogatja a város. Gyakorlatilag az Újvárosi Fejlesztési Iroda szakmai programjában szerepel a környezetszépítés. Ennek keretében ugye kis önkéntes csapatokkal dolgozunk, és a virágokat is adtuk nekik, volt, aki ugye igényelte, és említettem a szélsőséges időjárást, ugye most kevesebbet tudtunk szétosztani, illetőleg csatlakozott a programhoz a város másik programja, ahol pedig veteményeket, jobban mondva ilyen magukat osztottak, és majd meglátjuk, hogy mi lesz az eredmény. Eltérőek, de mennyire foghatók meg alapvetően az emberek a különböző pályázatokkal, pályázati felhívásokkal? Azt kell, hogy mondjam, hogy szeretik itt a déli város részben, tehát ez is igény útján került kiírásra vagy bevezetésre, mint újdonság, mert ugye korábban a déli város részben nem volt ilyen pályázati felhívás. Valaki nevez, akkor ezt hogyan teheti meg, mi a menete? A felhívás menete, vagy hogyha nincsen neki elektronikus felület, vagy pedig nincsen telefon, vagy bármi, akkor ide személyesen a Csalóköz utca 33-ba be tud jönni a kollégákhoz, jelezheti, vagy pedig az elérhető, ismerhető telefonszámunkon. A kollégák rövid úton kimennek, lefotózzák a kertet, felrakják a Facebook oldalra, és onnantól pedig mindenkit bunzíton, hogy szavazzon a neki tetsző legszebb veteményes kertre és világos kertre. A pályázat augusztus 10-én zárul. Kedves nézőink, Önök a Hírek Pluszt a Szolnok Televízió kedreggeli hírműsorát látták. A nap legfrissebb híreivel 19 órakor az Aktuálisban várom majd Önöket. További szép napot kívánok!